Közel 50 évvel ezelőtt hasonlóan intenzív munka folyt a Pannónia filmstúdióban, mint az elmúlt pár évben a Kecskemét filmnél, azért, hogy a 19. század irodalmi remek művei, akkor Petőfi Sándor János Vitéze, most pedig Arany János Toldi a rajzfilmként elevenedjenek meg. A Toldi rendkívüli igényességgel megalkotott festői szépségű képanyaga a Kecskemét film több mint 100 alkotójának bő 4 évnyi munkáját dicséri. A Híros Agórában szerdán megnyitott kiállítás pedig ennek a hosszú alkotói folyamatnak állít emléket. A kiállítás belépést enged Arany János szellemiségébe, Jankovics Marcell világába, az animációs film készítés ékszerdobozába. A kiállítás a film egyik munkatársa Király Krisztián remek ötlete alapján készült, amely betekintést enged Jankovics Marcell alkotói világába. A hármas kiállítás második állomása a 16. animációs filmfesztivál egyik kuriózuma, Gauder Áron Kojot 4 lelke, Teremtés másként című egész estés filmjéről szól. Az animációs film a napokban nyerte el a Sánkhái Nemzetközi Filmfesztiválon a Golden Gobletet, az animációs fődíjat, Annecy-ben pedig a zsűri külön díját, így a megnyitó egyúttal egy óriási ünneplés is volt az alkotó számára. A látogatók bepillantást kapnak a 7 évig 120 fős stábbal készült egész estés animációs produkció kulisszatitkaiba, az alkotói folyamatokba, a karakterrajzokba, interaktív kisfilmek segítségével. A harmadik kiállítás a 16. KAF kapcsán az elmúlt 150 évet körülölelő képregény kiállítás. A sajátos képes elbeszélési forma 150 éves történetén kalauzolnak végig a legkiválóbb magyar képregényalkotók rajzai, egy különleges képregény történeti tárlat keretein belül. A magyar képregény 150 évét bemutató kiállításon nagyobb egységekre bontott koncepciót tekinthetett meg a közönség.